Sziasztok! Ahogy ígértem, ma bemutatom, hogy hogyan lehet több szólamú saját főcím zenéket készíteni Primohoz és Homelab-hoz. A videóban említett összes link megtalálható a videó alatti leírásban. Játszunk el a gondolattal, hogy egy régi Commodore 64-es játékot szeretnénk portolni Primora vagy Homelab-ra, és ehhez annak a főcím zenéjét szeretnénk elkészíteni. Ráadásul nem is a teljes zenét, csak annak egy részét, hiszen 16 kilobajtos memóriával rendelkező számítógépekről beszélünk. De majd meglátjuk a végén, hogy egy rövid részlet a zenéből a lejátszó kódjával együtt hány bajtot foglal. Legyen ez a játék mondjuk a C64-es Barbarian. Ha fejből hallás után nem megy a zenekészítés, akkor keressük meg egy online SID lejátszóval a játék zenéjét, majd konvertáljuk át a SID Dump TVC programmal textfájlá. Ebben a textfájlban benne lesz mindhárom csatorna hangja. Ezt a folyamatot most gyorsan megmutatom. A DeepSide honlapon online elérhető több tízezer SID zenek keressünk rá a Barbarianra Joseph Richard munkájára. Játsszuk le és hallgassuk meg, mely részek kellenek. Töltsük le, konvertáljuk át a szükséges részeket, és nyissuk meg a szövegfájlt, ami a zenei hangokat tartalmazza. Azonban én már hamarabb, emlékezetből írtam meg a Barbarian zenéjének egyik részletét, így nem hangról hangra pontosan ugyanolyan, de a lényeg az, hogy a folyamatot bemutassam. És természetesen, mivel egy egybites hangról beszélünk, így a hangzás sem összehasonlítható a C64 zenével, de azért szerintem elég jól fog szólni ahhoz, hogy betegyük egy játékba főcímzenének. Na majd a végén kiderül az emulátorban. A zene megszerkesztésében segítségünkre lesz az egy Tracker nevű alkalmazás, ami alapvetően egy ZX Spectrumhoz készített trackeres zeneszerkesztő, ami egyszerűnek néz ki, de nagyon sokat tud. A legfontosabb feature azonban az, hogy Z80 Assembly kódot tud exportálni a megszerkesztett zenénkből, amit viszonylag egyszerűen átportolhatunk Primora és Homelab-ra. Ez az egy tracker program számtalan ZX Spectrumhoz készült Sound Engine-t ismer, de mi most csak a Squat nevű engine-el fogunk foglalkozni. Ez a motor 4 csatornát tud, egybites gépeken szépen szól és nem blokkoló dobot is tartalmaz. A korábban már Primon és Homelab-on is bemutatott Square Wave zenék is ezzel a Sound Engine-nel szólalnak meg. És még egy fontos szempont, hogy ennek az engine-nek az assembly kódját már átportoltam Homelab-ra is és Primora is, így azzal már nincs több teendő. Elég a zenei adatot hozzámásolni a lejátszó kódjához. Egyébként az egy tracker használatát mindenki saját maga könnyen elsajátíthatja, de lehet egy következő videóban bemutatom, hogyan kell vele zenét készíteni. Ha F1 gombot nyomunk, akkor a Help képernyő jelenik meg. Ebből minden billentyű kombinációt megtudhatunk. Én most az F3 gombbal betöltöm az előzőleg megszerkesztett Barbarian zenefájlomat. Meg is jelentek a hangok. Most pedig F5 billentyűvel lejátszom. Egész jó kis zene lett egy biten. F9-et nyomva az egy trackerben kiexportálható a zene assembly kódja szöveges fájlba. Ez így néz ki. Ebből a lejátszó ZX Spectrumos kódját ki is törlöm, és marad a zeneadat.
Mivel én a TVC és DevTool-t használom, így a hashmark jeleket dollárjelekké alakítom, valamint kitörlöm az align direktívákat, és készen is van. Betöltöttem a TVC és DevTool-ba a lejátszót a zene adatokkal. Most pedig lebildelem, és láss csodát a lejátszó kódja meg a zeneadat együtt összesen 1 kilobyte. A DevTool bináris állományát átkonvertáltam a Bin to PTP programommal, és már is kész a PTP file, ami már emulátorba betölthető. Akkor töltsük is bele és hallgassuk meg. Hogyan szól a zenénk egy mindössze 2,5 MHz-es Primo számítógépen 8-bites hanggal? Nézzük, hogyan szól ugyanez egy 3 MHz-es Homelab 3 számítógépen.